Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tűzesett Szekszárdon, egy ember életét nem tudták megmenteni. Kapcsolatépítés, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara rendezvénye Hőgyészen. Kakasdi faluna, ismét sok érdeklődő látogatott az eseményre. Charlie koncert Dombóváron. Tömegek gyűltek össze az eseményen. Végzetes kimenetelű tűzeset történt Szekszárdon egy házban augusztus 20-án. A Fáy András utcába kiérkező tűzoltók a bent tartózkodó nő életét már nem tudták megmenteni. Egy kétszintes sorházban csaptak fel a lángok, tájékoztatott minket Köves Péter. Itt berendezési tárgyak, valamint a bútorok égtek egy helységben. A tűzoltók egy eszméletlen nőt találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. Itt nem zárható ki a nyílt láng használata sem. Ezzel kapcsolatban vannak olyan életmentő eszközök, amelyek adott esetben segítségünket vagy biztonságunkat szolgálhatják. Egy a tragédia is talán elkerülhető ilyen készülékek használatával. Itt most ugyan még a nyári időszakban vagyunk, de majd szép lassan közeleg a fűtésszezon. Ennek tükrében is érdemes megemlíteni azokat az otthonokat, ahol adott esetben még szirált tüzelésű fűtőberendezések biztosítják az otthon melegét. Elektromos meghibásodás, vagy akár dohányzás következtében is gyorsan ki tud alakulni egy-egy tűzeset otthonunkban. Egyik fontos eszköz, amit megelőzés céljából telepíteni tudunk, az a füstérzékelő. Ezek pedig abszolút a biztonságunkat hivatottak szolgálni, tehát még idejében adnak hangjelzést, és hozzákatottunk rá azt, hogy baj van otthonunkban. Ekkor még van idő cselekedni, idejében elhagyni tényleg otthonunkat, valamint elcsázni a 112-t, és így amellett, hogy egy tragédia is elkerülhető, az anyagi kár mértékét is lehet ilyen szinten csökkenteni. Ezeknek az eszközöknek a listája is megtalálható akár a katasztrófavédelem honlapján, mint megbízható készülékek listája. Így is rájuk lehet keresni, ami talán megdöbbentő számok. Itt Tolna vármegyében 2024-ben eddig 93 lakástűzhöz vonultak a tűzoltók. Sajnos, ahogy ebben az évben megtudhattuk már, most ezzel az augusztus 20-aival már 5-re emelkedett a lakástűzben elhunytak száma, ez egy nagyon magas szám. Még az egy is sok, hangzott el Köves Pétertől, aki felhívta a figyelmet a megelőzés fontosságára. Ezek elkerülés érdekében én arra kérném a lakosokat, hogy ha van lehetőség arra, egy-egy ilyen készüléket igyekezzenek beszerezni. Tényleg, ahol tudják, az esetleg egy ott idősebb, hozzátartozó, egyedüli él már mozgásában talán valamilyen formában korlátozott. Ott vannak azok a tényezők, akár mondjuk a dohányzás, mint akár a szenvedélyei között felsorolva. Ott vannak ezek a szirált tüzelés fűtőberendezések, de ez lehet akár egy elborult gyertya is, ami bizony egy ilyen nagyobb kiterjedésű lakást vezethet. Ezeket az eszközöket az adott helység plafonjának közepére érdemes felhelyezni. Itt fog koncentrálódni a füst, ha keletkezik, ezért így fog a leghamarabb bejelezni a szenzor baj esetén. Egyre nagyobb kihívást jelent a vállalkozásoknak az ügyfélszerzés és a kapcsolatépítés. Ebben segített számukra a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara legutóbbi üzleti találkozója Hőgyészen. És amíg nincsen stratégia, egy nagyon-nagyon egyszerű kis stratégia is elég, addig ad-hoc lesznek a dolgok működtetve. Ismét kapcsolatépítő találkozót szervezett a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A vállalkozások képviselői az ügyfélszerzés hatékony eszközeiről és lehetőségeiről hallgattak meg egy előadást. Én úgy gondolom, hogy pont arra való ez az időszak, az évnek utolsó negyedéve előtti időszak, hogy jobban nekiálljunk, még többet beletegyünk az ügyfélszerzésbe. Megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, és mik azok, amiket alkalmaznak a jelenlévő vállalkozók. A vállalkozásoknak egyaránt fontos, hogy az online és offline térben is jelen legyenek, így juthatnak el a legtöbb potenciális ügyfélhez. Ahogy szokták mondani, hogy én is mondom, ha nem vagy jelen a webben, online, akkor nem is létezik az a vállalkozás. Az iparkamara által rendezett ilyen eseményeken a vállalkozások kötetlenül beszélgethetnek egymással, új üzleti kapcsolatokat alakíthatnak ki.
Nagyon pozitív a visszajelzés, korábbi rendezvények alkalmával is kivétel nélkül azt kell mondjam, hogy vállalkozások szeretettel jönnek a rendezvényre, érdekesnek tartják azt, és ezt a rendezvénysorozatot mindenféleképpen szeretnénk a jövőben folytatni, függetlenül attól, hogy minisztériumi támogatást kapunk-e hozzá, vagy sem. Tehát tényleg nagyon jó a hozzáállás, folyamatosan kapjuk az érdeklődő telefonokat, hogy következő rendezvénynek mi lesz a témája, és mikor lesz. A program a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával a VF445 2023 TMKIK azonosító számú projekt keretében valósul meg. Augusztus 21-én Tevel külterületéről érkezett jelzés egy szabadtéri tűzesetről. A bonyhádi, a szekszárdi, a dombovári és a sásdi lánglovagok Tevel önkéntes tűzoltóival együtt dolgoztak a tűz megfékezésén. Egy leszakadt nagy feszültségű felsővezeték gyújtotta meg az aljnövényzetet. Körülbelül másfél hektárnyi területen pusztítottak a lángok, egy kisebb erdős terület is égett. 5 vízsugárral és kéziszerszámok segítségével sikerült megfékezni a lángokat. Lehet már nevezni a BB24 Bonyhád Bátaszék futóversenyre. A közismert szakaszon október 5-én szállnak harcba a nevezők az elsőségért. Bonyhádról a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium atlétikai sportcsarnokából rajtol majd a mezőny, a célvonalat pedig Bátaszéken a Kanizsai Dorottya általános iskolánál lehet majd átlépni. További információk és versenykiírás elérhető a Bonyhád Bátaszék futóverseny BB24 közösségi oldalán. Nemzeti ünnepünk augusztus 20-a alkalmából vehetett át elismerést Tóth Szilvia, rendőrfőtörzszászlós, a Dombóvári Rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti alosztályának referense. A rendőrség állományában több mint 3 évtizeden keresztül végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül dr. Sulyog Tamás köztársasági elnök a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta neki. A kakasdi kakasfőző versenyt és falunapot az idei évben is megtartották, a nagy meleg sem vette el az érdeklődők kedvét. A rendezvény a településen már évek óta hagyomány. A falunap keretein belül egésznapos rendezvényekkel és hangulatos főzőversennyel várták a látogatókat. Különféle elfoglaltságban vehettek részt az érdeklődők. Nyilván a központban a főzőverseny áll, de egésznapos rendezvényt szervezünk, amellyel igyekezünk színesíteni ezt a napot az itt lakóknak, olyan programot szervezni, ami minden korosztálynak kedvez. A délelőtt főzéssel indult, amin több csapat mérte összetudását. Főleg kakaspörköltet készítenek, körülbelül 12 csapat van, de körülbelül mondom, volt, aki reggel jelentkezett, és nyilván asztalt és minden padot helyet biztosítunk számukra. A délután, tehát verseny lesz, díjazzuk is, első, második, harmadik helyezett külön zsűri értékeléssel díjat is fog kapni. Ez délután 1 órára várjuk, addigra itt a nagy kánikulában felforrosodik a hangulat, és akkor a csapatok elfogyasztják, de aki esetleg nem főzött, annak is biztosítunk egy-egy tányér finom ételt, és délután folytatódik majd a rendezvénysorozat, 3 órakor happartival várjuk az érdeklődőket, aztán lent lesz hangszerelem, zenestúdió, és solymászt hívtunk, László Attila lesz hastánc, este túlzsonglőrök, és bállal zárul a mai nap. Gyönyörű! Az ijászkodás is felkeltette az emberek figyelmét. A barátaim hívtak ide, és ezért jöttem, aztán megláttam az ijászatot, és oda mentem egyből. Egyre több fiatal próbálja ki a főzést, és indul el a versenyen, amivel motiválják is egymást. Kakaspörköltet főzünk a barátokkal, aztán meglátjuk, van verseny, reméljük, hogy sikerül helyezést elérni. Az ételkészítés során Erdélyi Balázs csapata szerezte meg az elsőséget. A hagymát lepirítottam, ugyanúgy, ahogy kell, utána rá a húst, azt is lepirítjuk persze, és akkor így talán paprikát. Jó, piros paprika, az a lényege. A falunapon jól szórakoztak kicsik és nagyok egyaránt. Idén is nagy érdeklődés övezte az eseményt.
Közbiztonság érzet erősítésének érdekében újabb térfigyelő kamerák kerültek kihelyezésre Bátaszéken, olvasható Bozsolik Róbert polgármester közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben három új helyszínen, a Vörösmarty utca, Dr. Herman negyed utca és Bátaszék köves település részen térfigyelő kamerák kerültek beüzemelésre. Tervek szerint további két helyszínen, központi buszmegálló, Kalász János városi sportcsarnok melletti volt fajátszó és járda szakasznál fognak még kamerákat elhelyezni a közeljövőben. Bal Dominika Szekszárdon a TAR KSC-nél folytatja pályafutását. Nagykanizsán ismerkedett meg a kosárlabda alapjaival, ahonnan 2021-ben a TFSE MTK csapatához igazolt. Magyar Bianca kezei alatt kezdte meg profi pályafutását, aki már az első szezonban fontos szerepet szánt a fiatal bedobónak. Az előző idényben hasznos láncszeme volt a TF csapatának, a nyári U20-as Európa bajnokságon pedig az egyik húzó ember volt. Charlie, Horváth Károly mindenki számára legenda, egy ikonikus személy. Nincs olyan idős vagy fiatal, aki ne ismerné és ne szeretné a dalait. Immár több évtizede zenél, hatalmas a tudása és tehetsége. Nemrég Dombóváron adott koncertet. Augusztus 19-én Dombóváron lépett fel az elismert előadó Charlie. Énekével megtöltötte a teret szeretettel és nosztalgiával. Több száz ember tette tiszteletét a koncertjén. Akkor kapunk felkérés, hogyha szeretnek bennünket, és boldog vagyok, hogy szeretnek bennünket. Nagyon sok rendezvényen vagyunk, tavaly is, tavaly előtt is, 40 éve. 40 éve ugyanez a zenekar, tanáremberekkel dolgozom. Tehát nem iskolába tanító gyerekekkel, hanem zeneakadémián tanítják a kollégáim, a drága barátaim a fiatalságot. Túlzásokon nem akarok vele menni, de mi vagyunk a legjobb zenekar. Én magamról nem beszélek, nekem kell elvinni a balhét, én éneklem a dalokat, egy rendkívüli zenekarral dolgozom. Úgyhogy köszönjük szépen a meghívást. A dalaival kapcsolatban így vélekedett. Mindegyik más. Ami ballada, az ballada. Ami szólós, funkis, bluesos. Tehát én mindenevő vagyok, úgyhogy mindegyiket kell, hogy szeressem. És én olyat nem éneklek, amit én nem szeretek. Charlie már régóta énekel, és megszámlálhatatlan koncerten van túl. Idén ünnepli októberben a 77. születésnapját. Szívesen tesz eleget a felkéréseknek. Egyszer megpróbáltam összeadni, körülbelül 100-szor többet voltam színpadon, mint a Mick Jagger Rolling Stonesból. Hát csak gondolj el, 18 év alatt, 18 évet beszorozni, mit tudom, nem kell 365-t, de 300-at. Ez csak külföld. És akkor ott minden nap 4 óra. És akkor a kis színpad is ugyanaz, az, sőt, a kis színpadon ezek a világszárok megfagynak, mert ott minden kiderül. Tehát a nagy színpad és fények és minden, ott az is egy érdekes dolog, mert nagyon sokat csináltam. Most már a 77-es aréna koncertem, ez a 30. nekem itt Budapesten, vagy hát az országban, ez a nagy koncert, meg a kis stadion, a Tabán, ezek a nagy dolgok. Abraham Lincoln gondolatát idézem, ami eszembe jutott a koncert során. A végén majd nem az számít, hogy mennyi évünk volt az életünkben, hanem hogy mennyi élet volt az éveinkben. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Kutyavására NAV-nál. Kereső munkára keresnek ebeket az adóhivatalnál. Segítség az adózóknak, fizetési könnyítést adhat a NAV. Szüret. A minőség megfelelő, a mennyiség elmarad a vártól. Ismét kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárol a NAV. Szeptember 1-jéig várják a gazdik jelentkezését, akiknek a feladathoz megfelelő 10 és 36 hónap közötti életkorú kutyusaik vannak. A pályázatról, a feltételekről a NAV elérhetőségein kapnak információkat az érdeklődők.
Ő Morzsi, egy keresőkutya, aki a Mohácsi pénzügyi őrök munkáját segíti. A nekünk tartott bemutatón pillanatok alatt megtalálta az elrejtett dohányt és cigarettát. Morzsit egy kutyavásáron szerezte be az adóhivatal. A Morzsi hívó nevű kutyus áprilistól dolgozik a Mohácsi határkirendeltségen, és ő is egy kutyavásár keretében került a hivatalhoz, és egy hosszú kiképzést követően tudott csak munkába állni. A NAV most is hirdet kutyavásárt. Olyan gazdáknak, kutyatartóknak vagy éppen menhelyeknek a jelentkezését várják, akiknek vélhetően megfelelő kutyusaik vannak a kereső feladathoz. Szeptember 1-jéig lehet még jelentkezni a kutyavására a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Ez azt jelenti, hogy elsősorban kistermetű kutyák gazdáinak a jelentkezését várják, tehát ilyen kutyusokra lenne szüksége a hivatalnak. 10 és 36 hónap közötti élettartam, teljesen kifogástalan egészségi állapot, minden dokumentum szükséges ahhoz, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani. Például a kis termető kutyáknál feltétel az, hogy bírják a magasságot, mélységet, a zimbolygást, például a hajókon ugye ezekre a tulajdonságokra nagyon nagy szükség van. Irányítható legyen, illetve alkalmas minden olyan keresési feladatra, amit a pénzügyi őrök folytatnak, mondja sajtóreferens. A pályázati anyag benyújtása után a hivatal jelzi a pályázónak, hogy megnézni azt a kutyát. Fölkerülnek Budapestre ezek a kutyák, ott egy előszűrésen vesznek részt, és a megfelelő kutyák közül választ a hivatal. És egy elég hosszú, több hónapos képzésen vesznek részt ezek a kutyák, a kutyak vezetőkkel együtt, tehát a leendő társukkal együtt, és utána állnak munkába. A kutyák lehetnek keverékek, nem feltétel, hogy fajta tiszta ebek legyenek. Azonban előnyben vannak a juhászkutya, kotorék, eb és terrier keverékek. A NAV a megfelelő egyedekért fizet a tulajdonosoknak. Adófizetési kötelezettség és fizetési könnyítés. Erről is beszélt stábunknak a Baranyai NAV sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy több lehetőség közül választhatnak azok, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy tartoznak a NAV-nak. A helyzet megoldása több úton lehetséges. Kedvezményes lehetőséget kínál a NAV azoknak az adózóknak, akik nem tudják teljesíteni fizetési kötelezettségeiket az adóhivatal felé. Nekik több lehetőséget is kínálnak, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. Fizetési könnyítés lehet például részletfizetés, halasztás vagy méltányosságból történő elengedés. Ezeket az adózók akkor kérhetik a hivataltól, hogyha a lejárt tartozásuk, tehát vagy éppen esedékes tartozásukat nem tudják valamilyen méltányolható ok miatt megfizetni. Nekik kérelmet kell benyújtani, vagy elektronikusan, vagy papír alapon. Ebben megjelölni, hogy miért nem tudják teljesíteni fizetési kötelezettségüket. A kérelmet elbírálják, de van egy másik lehetőség, ahol automatikusan megadják a törlesztést. A természetes személyadózóknak lehetősége van arra, hogy évente egyszer, hogyha a tartozásuk nem írja le az 1 millió forintot, akkor 12 havi pótlékmentes részletet tudnak kérni. Ebben az esetben a nyomtatványt kell kitölteni, benyújtani a hivatalhoz, és a jövedelmi és vagyoni körülmények vizsgálata nélkül automatikusan megadja a hivatal ezt a lehetőséget. A sajtóreferens elmondta, fontos, hogy minden szükséges adatot, dokumentumot csatoljunk a fizetési könnyítés kérelmünkhöz, illetve a törlesztő részleteket időben fizessük be. Abban az esetben, hogyha az adózó benyújtja a kérelmet, és például felszólítják hiánypótlása, és ennek nem tesz eleget, akkor ugye a kérelmet nem fogja elbírálni a hivatal, tehát erre nagyon oda kell figyelni. Abban az esetben, hogyha már elbírált kérelmet, tehát ha valaki kapott például részletfizetési lehetőséget, és ezeket a részleteket nem fizeti meg pontosan, akkor a fennmaradó tartozása késedelmi pótlékkal együtt lesz esedékes, ez azt jelenti, hogy a teljes összeget azonnal meg kell fizetnie. Ezért kell figyelni a teljesítésre, mert ha késve fizetünk, elveszthetjük a kedvezményt. A fizetési könnyítésről további információt a NAV ügyfélszolgálatain kaphatnak az érdeklődők. A Csaba Gyöngyével kezdődött, majd az Írsai Olivérrel folytatódott a szüret a Dél-Balatonon. A száraz meleg nyár megviselte az ültetvényeket. Emiatt 2-2,5 héttel korábban indult a munka.
A borászok a minőséggel elégedettek, de a mennyiség elmarad a várttól. A Pinot Noir fajtát szüretelték az elmúlt napokban ebben a 10 hektáros táblában, Szólát határában. A nyári meleg és száraz időjárás miatt itt is előbb értek be a szőlőfajták. Aprók és a bogyók pedig ilyen töppettek. Az időjárás következménye ez, egyébként a szőlő egészséges, szép, úgyhogy nincsen neki semmi hibája. A feldolgozóból nemrég volt kint a kollega, mondta, hogy 19-20 cukorfokos. A cukorfok jó, csak a mennyiség kevés, nagyon könnyű a szőlő, mivel nem kapott esőt. Mi az utóbbi időben itt nem volt eső egyáltalán ebbe a tájegységbe, ahol most vagyunk. Szóládnál az írsai olivérrel indult a szüret, de volt, ahol előtte a Csaba gyöngyét szedték. Azt is a megszokottól eltérően körülbelül 2 héttel korábban. Folyamatosan érnek be a szőlők, így nem áll meg a munka a dél-balatoni ültetvényeken. A minőséggel elégedettek a gazdák, azonban a mennyiség elmarad a várttól. Több eső kellett volna, és nem kellene ez a borzalmas meleg, de hát sajnos valószínű, hogy ehhez alkalmazkodni kell a mezőgazdaságba, és akkor az általunk termesztett növényeken el kell gondolkozni, hogy melyik bírja ezt ki, és mit kell változtatni a jövőben. Dél-balatoni nedűket kóstolhattak a vendégek az elmúlt napokban Balatonbogláron. A borfesztiválon a fehér és a rozéborok voltak a legnépszerűbbek, de a pezsgőket is szívesen kínálták két szüret között a borászok. Augusztus első hetében az írsai jövőt leszületeltük, már ez a hosszú napsütéses órák számának köszönhető. Nagyon hamar érnek az idei fajták, ezután pezsgőlapokat szedtünk, zenitet és a portugizert is már leszületeltük rozénak. Főleg a fiatalabb ültetvényeket viselte meg a szárazság, mondta Hujber Attila, aki szintén elégedett a minőséggel, a mennyiség viszont közepes évjáratnak felel meg. Az idősebbeknél nem okoz akkora problémát, mert mélyebben vannak a gyökerei, de mindenképpen hamarabb érnek a fajták és összeérnek, tehát szeptember közepére valószínűleg befejezzük a szüretet. Ezekben a napokban a Chardonnay-val folytatódik a szüret a Dél-Balatonon. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Tűzesett Szekszárdon, egy ember életét nem tudták megmenteni. Kapcsolatépítés, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara rendezvénye Hőgyészen. Kakasdi faluna, ismét sok érdeklődő látogatott az eseményre. Charlie koncert Dombóváron, tömegek gyűltek össze az eseményen. Pénteken nyugodt, alapvetően napos idő várható. Délelőtt felhőtlenebb, még a déli, délutáni időszakban már egyre fátyol felhősebb égbolt valószínű. Csapadék nem érkezik. Éjszaka eleinte határozottabb, majd elvékonyodó fátyol felhőzet melletti csillagfényes égbolt, nyugodt, szélcsendes idő várható. Felfrissül a levegő, de az előző napokhoz képest mérséklődik az éjszakai lehűlés. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!